csak egy csók volt. Karanténkoncertet tartottak Jászberényben szombaton délután a város társasházas körzeteiben, négy helyszínen. A kezdeményezéssel némi örömet és jó hangulatot próbáltak csempészni a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet idején a környék lakóinak mindennapjaiba a programot szervező jászberényi krízis csoport tagjai. Hát ez az összefogás, meg a együttes tényleg tevése azért, hogy közösen a társainkért, a Jászberény város lakosságáért azért, hogy tényleg itt a kultúra szegény környezetben egy kicsit vigyünk egy kis kultúrát és jó kedvet, meg egyáltalán tényleg a buli hangulatot egy kicsit teremtsük, vagy éppen visszaadjuk egy kicsit a jászberényieknek. A május 1-i utca koncertek invitáltak minket arra, és innen jött az ötlet, hogy tartsunk mi is egy koncertet. A krízischoport a jászberényi lakóknak az elmúlt hetekben nagyon sokat segített a mindennapjaikban, és szeretnénk egy kis kultúrát bevinni az életükbe a mai napon. Csak egy tánc volt, mit tőled kértem én, de már több kell, maradj az enyém. Bagi Zoltán a Palotási János Zeneiskola tanulója, majd Mészáros Máté a zeneiskola tanára hangulatos bemutatójával kezdődött a karanténkoncert. A zenétől felforrad élem, a játszom örül a szívem. Szeretném megmutatni, hogy jobb adni, mint kapni. Az egyéni előadók után pedig a Kozombolis Trió műsora következett. Ahogy meghallottuk, hogy van ez a lehetőség, a Berec Zsolti barátom, aki egyébként a zongoristája a csapatnak, szólt, hogy jövünket, nem is volt kérdés igazából, ez csak egy ilyen költői volt a kérdés, tehát természetesen minden olyan rendezvényen, ami jó célt szolgál, ott vagyunk. A koncert összeállítást jó hangulatban fogadták a környék lakói. Nagyon örülök neki, legalább már egy kis vigasság jön az életbe. Nekem nagyon tetszik, és jó is, hogy ilyet kitaláltak, és szervezzenek még többet ilyet. Nagyon jó, lehetne minden héten is. Én meghallgatnám. A szervezők azt ígérték, hogy ha nem is minden héten, de rendszeresen szerveznek olyan jótékonysági programokat, amivel könnyebbé tehetik, egy kicsit színesíthetik a városban lakók életét.